城市的。Nem értettem. Meguntam ezeket a dolgokat, csak egy éjszakás kaland. Most
csak komoly kapcsolatot szeretnék. Hát várod a jelentkezőket, ez azt jelenti? Igen. Srácok, keressétek meg a lányt, hogyha komoly kapcsolatot vágytok, mert ő megváltozott, és most már jó lett. Hú, milyen táncos lábú pasi áll itt mellettem, hogy hívnak? Bóta Gergely. Gergő, nagyon cuki ez a tánc. Jaj, hát még nem is mondtam semmit, de megcsinálja magától. Nagyon kemény. Világító rúd, meg minden, ami kell. Igyekszem, igen. Csak táncolni szoktál buliban, vagy esetleg csajozni is? Hát, ilyen nőt látok, mint a szívesen csajozok. Jaj, de nem magamra gondoltam, hanem úgy általában. Persze. Mert azért én nem vagyok itt mindig, csak most. Persze, bármikor. Igen, bele szoktál menni egy éjszakás kalandokba? A srácok azért jobban bevállalják az ilyesmit, nem? Volt már? Hát igen, partnertől függ, tudod. Tessék? Partnertől függ. De bejönnek neked az egyéniséges kapcsolatok? Ja, valamelyik igen, valamelyik nem. Mitől függ? Hát külső, meg az, hogy mennyire tudod elbeszélgetni vele. Humoros-e, ilyesmi. Tényleg számít egy egyéniséges kapcsolatnál, hogy humoros-e vagy nem? Hát figyelj, én úgy vagyok még az egyéniséges kalandokkal is, hogy szívesen elbeszélgetek vele, vagy akármi. Vagy amikor az egyéniségesekből is kijöhet akármilyen komoly kapcsolat. Akkor te nem ítéled el azokat a lányokat, akik belemennek ilyesmibe? Egyáltalán nem. No, nekem azt nem tetszik ebben a dologban egyébként, hogyha egy lány bevállal ilyesmit, akkor rögtön tudod, mit mondanak rá. Nem mondom ki most azt a csúnya szót. Viszont egy pasinál meg, ó, mekkora nagy csávó, hogy ezt is összetette, meg azt is összeszedte. Szerintem ez nem jó. Szerinted? Hát ez van. Hát ez van. Viszont ami jó, az a zene. Fiatalok úgy gondolom, hogy szórakozzanak. Egyetértek ezzel. Mindenki azt csinál, amit akar. Azt csinál mindenki, amit akar, úgy gondolom, úgyhogy ha valamelyik lány ezt akar tenni, akkor nyugodtan. Így van, ez a jó hozzáállás szerintem is. Viszont azt akartam mondani az előbb, hogy nagyon jó itt is a zene, de a műsor most egy videóklippel folytatódik. Jajan, Eric Fritz és a Proper Education. Mára ennyi volt a Club Rotation innen Egerből, a Kazamata diszkóból. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Én nagyon köszönhetően Frankie Boynak, aki tényleg a legjobb funkhouse-okat nyomta itt egész este. Hogyha felpörögtetek, akkor gyerünk, induljatok el, bulizzatok egy nagyot reggelig, és aztán jövő héten ismét nézzétek a Club Rotation.